Zsizsegett a városi könyvtár, versenyzők, edzők, szülők gyűltek össze, hogy a nemzetközi mércével is jelentős sikernek közösen örülhessenek. A nagy hagyományokkal bíró bátaszéki karatékák a magyar válogatott gerincét adva egy arany, két ezüst és két bronzérmet szereztek az európai viadalon. Nagy Ákos edző szerénytelenség nélkül mondta, volt, amire számított, de mindenki túllépett a saját árnyékán. Ilyenkor az egyik szemünk sír a másik nevet, ugye ezt lehet tudni, hogy a továbbtanulások és egyéb ilyen, azt kell mondanom, hogy motivációs problémák miatt azért egy generációt elbúcsúztunk, és ilyenkor mindig ott van a nyomás az edzők, illetve a szakmai stáb vállán, hogy lesz olyan generáció, akivel meg tudjuk ismételni azokat az eredményeket, illetve hogy az véletlen volt, vagy tényleg a kezünkben van az a recept, ami alapján tudunk egy ugyanilyet időzélesen főzni, és azt kell mondanom, hogy valahogy a csillagok mindig együtt állnak, és van egy olyan generáció, van egy olyan szülői háttér, és azt kell mondanom, hál' Istennek van egy olyan szakmai stáb és recept a kezünkben, amivel ezt újból és újból meg tudjuk is. Borítékoltunk volna azért egy-két érmet, tehát például a fiú csapat kömite, ez egy nagyon jó alapanyag, tehát a 10-11 éves fiaink azok tényleg nagyon jók, és azért is jók, mert pont a 12 éves kor küszöbén állnak, tehát hogy már ennek a kategóriának a végén járnak, van olyan gyerek, aki decemberben, a többiek januárban fogják betölteni a 12 éves kor, tehát hogy nagyon érettek ebbe a korosztályba, fizikailag nagyon jók, minden kondíciós képességük alkalmassá teszi őket egy jó eredményre, tehát én borítékoltam, hogy őket döntőbe várom, de például van ennek az ellenpólusa a Bognár Barna, aki úgy lett ezüstérmes, hogy gyakorlatilag 12 éves kor töltötte be májusban, tehát fél évvel ezelőtt, 41-2 kiló, és mínusz 50 kilogramba indult, tehát az életversenyzőknél másfél évvel fiatalabb, és mondjuk 5-6-8 kilóval még kevesebb is. És ő például be tudott kerülni így a kategóriájának a döntőjébe. Úgyhogy vannak olyan eredmények, amiket borítékoltunk, de vannak meglepetés eredmények is, például a Barná ilyen, de azért az Izsák Bencének az aranyérme, úgyhogy két skótot is maga mögé utasított, és a skótok nagyon profi módon csinálják ezt a dolgot. Ez is nagyon nagy eredménynek számít, illetve a fiú csapat kata, akit gyakorlatilag egy hónapja tettünk össze, tehát nyilván ők katáztak külön-külön, azonos recepten nevelkedtek, de az utóbbi egy hónapban dolgoztunk a szinkron mozgáson, úgyhogy hogy abból valami legyen. Én azt mondom, hogy csak egy hajszállal vagy egy sorsolással maradtak le a döntőről, mert hogyha másik ágra kerülnek, akkor simán begyalogolnak a döntőbe, és én azt gondolom, hogy akkor még lehet, hogy akár aranyérmesek is lehettek volna. A verseny utáni értékelés eredménye, hogy láthatóan sokkal motiváltabbá válik ilyenkor a csapat, mondja Nagy Ákos. Nem ülhetünk a babérakon, mert közeledik a következő hazai rendezésű EB, amin újra meg kell mutatni, mire is vagyunk képesek. A srácok minden esetre egyelőre fürdenek a sikerben. Amikor az első meccsemet hoztam, akkor éreztem, hogy jó formában vagyok. És éreztem, hogy itt ebből lehet valami, és a második meccsemet meg nagyon éreztem már. Nekem nagyon nehéz volt, mert én mínusz 50 kilósokkal voltam, és én nem vagyok mínusz 50 kilós, de amúgy minden jól ment. A csapatkatával nagyon jók voltunk, az képest, hogy csak nemrég kezdtük el gyakorolni. Szerintem minden jó volt, a verseny is jó volt szervezve. 18-an voltunk egy kategóriában, és nagyon nehéz ellenfelek voltak. Ugye én ma másodjára voltam itt, és nagyon jó hangulata van, mert rengeteg versenyző van, és elég erős a mezőny mindig. A győztesek kiérdemelték a polgármesteri köszönetet is. Bozsolik Robert arról is szólt, hogy a gyerekek ezt még ugyan nem érzik, de mégiscsak viszik Bátaszék nevét a világban. Az a munka, aminek az eredményét ma ünnepeltük, hiszen négy fiatal bátaszéki színesebb érmekkel tért haza egy nemzetközi versenyről, az nem most kezdődött, hiszen több mint, hát most már 30 éve Nagy Ákos kezében van bátaszék karate sportjának szakmai irányítása. Több generáció nőtt föl, többek között az ő keze alatt, több világkupa győztes, Európa bajnok, világbajnok, ott köszönthettünk itt Bátaszéken. Néhány hónappal ezelőtt egy másik korosztály versenyről, nemzetközi versenyről szintén érem hegyekkel jöttek az a fiatalok. Tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden generációban szinte
köszönthetünk olyan fiatalokat, akik nem csak a hazai karate sport életben, de nemzetközi szinten is hozzák a jobbnál jobb eredményeket. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen eredménynek több hatása lehet magára a bátaszéki sportra. Egyrészt a fiatalok számára ők maguk példaképek lehetnek, és hát közvet test közelből lehet rájuk számítani, és lehet azt mondani adott esetben olyan fiatalnak, aki nem űzi ezt a sportot, vagy még nem olyan szinten, hogy hát ha ő meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom csinálni, és adhat egyfajta plusz motivációt. A gyerekek számára is fontos ez, hiszen számukra is egy motivációs tényező lehet, hiszen egy újabb versenyre szívesebben készülnek, és talán könnyebben viselik el azt a komoly sportmunkát, amit ennek az eredménynek az elérése érdekében azért el kell végezni. És hát fontos ez a bátaszék sportjára is, hiszen ezekkel az eredményekkel alá tudjuk támasztani azt, amit most már azért évek óta, évtizedek óta talán elmondanak bátaszékről, hogy a magyar karate sport egyik vidéki fellegvára azért bátaszéken van. A fiúk arra készülnek, jövőre az itthoni Európa-bajnokságon a mostaninál is nagyobb eredménnyel rukkolnak elő.